Na, gyerekek, de nem, mi ez? Mi ez? Szevasztok, hello, sziasztok, hello, és miért Dakar Rally van berakva, gyerekek? Hát képnek, hát történik itten, hát na, végre, na. Itt vagyunk, F1 2011 Ferrarival még mindig, és a bajnokság állása 2 darab forduló után, 36 ponttal Sebastian Vettel vezet, Mark Webber a második, 29 ponttal, tehát a Red Bullok tarolnak. Lewis Hamilton a harmadik, 25 ponttal, 22 pontja van Fernando Alonsónak, 18 Buttonnek, 16 Petrovnak, 15 van nekem, ugye az előző harmadik helyér, amit Malájba sikerült összekaparni, Rosberg 15, Heidfeld 10, Schumacher 8, Perez 6 és Jaime Alguersuari pedig 1 pontos, illetve még Sebastian Buemi is. Na, úgyhogy így áll a csodálatos bajnokság. Konstruktőrben Red Bull 65 pont, McLaren 43, Ferrari 37, 26 van a Lotusnak, a Mercinek van 23, 6 a Saubernek is 2 van, a Toro Rossónak, és még ott azért vannak jó páran, akiknek nincs pontjuk, és hát szerintem nem is nagyon lesz. Oké. Na. Gyerekek, itt vagyunk. Jaj, hát nem volt egy egyszerű feladat, hogy ez így meglegyen. Konkrétan újra játszottam a szezont. Gyakorlatilag ez történt, hogy az Ausztrált meg a Malájt újra játszottam, úgyhogy itt vagyunk, most már jó lesz minden. Úgyhogy Kína következik. És tudom, hogy mit csesztem el benne, úgyhogy vissza is rakjuk szépen. A szó verseny hétvége, így van, mehet szépen. Jaj, várjál, még itten el kell néznem. Igen. Be van minden izével, hát ez professz legalább, megnézzük, legenda. Legfeljebb jól leszívott, nem? Prof elég? A fene tudja, prof elég, jó. Majd látjuk. Egy-két szerintem legenda simán mehetne. Na, jó van. Egyébként a gépi ellenfél erősség legenda. Igen, Miki, lejátszani mindig előről, az kemény, igen. Na, úgyhogy ez van. Így van. Szabad edzünk, ami azt jelenti, hogy R&D is dolgunk szerintem lesz megint. 6 körön belül meg kell csinálni a kutatás és fejlesztéses cuccot. Oké. Méghozzá... Oké. Ezt nem itt kell megnézni, ugye? Hanem... Ja, itt van, aha. Meg itt kb. 6 körön belül. 1.40, 4.70. Jó. Jó, oké. Na nézzük meg! Oké. Ja, remélem tényleg nem lesz most már semmi gond a mentése, mert harmadszorra nem fogom elkezdeni, az biztos. Ajaj. Igen. Igen. Pill. Persze, hogy a kormányszög az ugye az kalács. Szokásosan. Várjatok. Igen, igen. Jó. Oké. Na. Most már jó. Oké. Jaj, de jó lesz itt menni, már előre imádom. Ez nem tudom, ez mindegyik F1-es játéknál ez a kormányszöget újra megadni dolog, ez nem tudom miért jó. Tehát 1.40, 4.70-et kell menni, oké. Okay. Bocsánat. Oké. Azt hittem van még ezen kívül másik kamera nézed, de nincsen. A francba... Na mindegy. Hogy lesz ebből 1.40, 4.70? Jó, vígan meg lesz. Nagyon szuper. Én is így gondoltam. Na. Vissza a garázsba. Oké. Okay. Ó, lesz eső? De jó lesz. Na. Nem tudom, hogy Fanateknél is kell-e ilyet csinálni, de ez érdekes, hogy tényleg 10 éve benne van ez a játékban, úgyhogy... Na mindegy. Gyönyörű. Jaj, de szeretem. Jó kis Q1. Full eső, 15. hely, vagy előrébb kell végeznünk. Na. We don't think you'll have any trouble getting into the next session, so don't push too hard. Narancssárga gumi, akkor az Inter. Mhm. Öt kör. Fernandot összerakták közben. Öt. Consider getting out on track. It's currently pretty quiet. Most nézem, ebben mi a francért van benne a harmadik motor? Na mindegy, jó. Na jó, nézzük. Ja, kék az Inter, ez a vet. Jó, oké. Okay. Igen, igen, igen. Elfelejtettem. Egyik némes doboz a pörkölt volt? Igen, oké. Okay. Van víz. Azt a mindenit. Hát ez szép lesz. A 15. hely van előírva? Hát talán sikerül. Fernando 45-607. Annyira nem fordul ebbe a kanyarba. Bazd meg, hát... Heidfeld! Aj, nem sikerült belerongolni a fejébe. Hogy az? Mondtam majdnem egy nagyon-nagyon rondát. Soká fékeztem. Na remélem ezzel már tovább lehet jutni. Jaj, de jók ezek a copyrightos zenék, ezeket külön imádom egyébként, mikor így ordít a játékban. Olyan, mint a delfinezés lenne egyébként, tényleg. Megint vághatom ki belőle. De ha nem én, majd a YouTube kivágja belőle. Hát itt csúnyán meg lett verve mindenki. Azt a mindenit. Itt még nem volt akkumulátor töltő. Jaj, de hogy a futamon nem fog esni. Ez egyre kellemetlenem. Biztos. Oké. Csak fel kéne venni valahogy Legendre, de már az vaj nem engedi mi. Hát itt már 43-as kört mentek mondjuk ők is. Jézusom, mi ez a sirály hang? Hogy mi ez? Ez mi? Ez mi? Mi ez? Ez a fényképezőgép hangja volt? Vagy mi volt ez? Hoppá! Itt meg már kisütött a nap. Szújó Zoltán! És a bajnoki cím várományos lesz el idén? Megvan a tempónk és az erőnk. Adott a mai jó eredmény egy kis löketet hónapra? Lenyőző jó eredmények, vannak pozitív a bárma hónapra. We are out of the points. I mean, we try to do whatever, but I don't care too much. Teli tankos verseny, hogy miként hat az autóra. Nagyon jól megbirkóztunk eddig ezzel. Tamásom, köszi szépen a 18 Pro hónapot. Ez igen. Ez gyönyörű volt. Az már egy másfél év. Az nagyon szép. Köszönöm szépen tényleg. Na, a Zolika így megfeltette a kérdéseit. Oké. Okay. És... szerintem nem igen lehet változtatni, mi? Nem. Jött le velünk? Nem. Á, de lehet. Várjál? Hogy ne lehetne, jó van. Legend! Oké. Okay. Szuper! Szia Gyuri! Igen, egyébként a csatornámon rákeresel, akkor még találsz szerelést is, meg mindent. Csak rá kell keresni, jó? Nem baj, nem mindegyik hónapra óta másom. Végez a 13. helyen, vagy előrébb ez a feladat. Na. Lágy gumin indulni? Lágy, kemény, kemény. Azt a mindenit. 28 kör. Még a kezdésre tudom átállítani? Az kemény. Az szó szerint. Jöre, várjál, és a keményen kezd. Nem változtathatod meg a gumikeveréket, ha a kvalifikáción az első 10-be végeztél. Azzal a szettel kell kezdeni a futat, amivel a leggyorsabb kvalifikáció. Tehát az esőbe volt, baszom az anyád. Vagy na, szóval... szóval az esőbe volt, akkor most miért nem? Na mindegy, jó, oké. Okay. Codemasters. Biztos... jó, hát akkor ez lesz. Na! Hajrá, hajrá! Vettel! Alonso 5. Mi pedig 10. Na! Mennyire Alonso Petrov mögé be ne ragadj, mert ott maradsz örökre. Ó, Schumacher jól kihasznált ezt a kis kalamajkát. Jaj, de lecsúsztunk. Nézd a külsőjében. Az öreget. Hamilton megelőzte Webber. Jól elment az elején. Fernando a 8. helyen kicsit beragad. Sumit el kéne kapni. Sumi megtámadta Hamiltont. Ja, az szép. De lesodródtunk. Na most kezd gané lenni a kerék. Hát, jó. Na, Sumi? Majdnem megelőzte Hamiltont. Egyre rosszabb a gumi. Már a bal elsőn látszik ilyen kis csíkodás, meg foszlás. Suminak nagyon elfogyott a gumia. Már most tényleg a nagyon a végét járja egyébként. Megelőzte Webbert, nem jön? Ja, be is jött. Oké. Okay. Azt a mindenit. Exit now. Watch out for traffic as you rejoin the track. Fönt a kemény. 10 kört kell melevenni. Áááá, nem áll meg. Ugye sokan bejöttek. Nem! Na, Webber, Hamilton. És megelőztem, miért? Meg. Még egy jó 5 kört kint kéne maradni. Azt a mindenit! A DRS miatt. Button milyen szépen előre osont. Jönnek a lekörözöttek. Mindjárt kerékcsere megint. Hát, ha még 4 kör sikerülne menni, az nagyon jó lenne. Akkor felraknánk a lágyat a végére. Hat egész 6 Button. Nagyon messze van. Nem tudok egy picivel se közelebb menni hozzá. Ó, baszki! Jó, akkor már mindegy. Benéztem. Akkor marad a kemény. Ú, de benéztem. Ja. Uff. Nagyon jó eredményed már így is. Azt a mindenit. kint rám fordult, én nem hiszem el. Ennyire vak legyen. Ráadásul lekörözött. Button nem igen lesz meg. Nagyon gyors. Hoppá! Ez egy gyorsabb kör. Attilám! Jaj! Elfékeztük. Köszönöm szépen a 11 hónapot! Jobb láb gázon, bal láb padlón, mi? Ja, bal láb a jobbon. Úgy, úgy. Megyünk utána, mint a meszes. De hát csak a tavaly előtti bajnokról van szó. Ráadásul itt a kis csapattársát is halomra verte, úgyhogy... Úgyhogy na. Fernando egyelőre az 5. helyen van, az nagyon jó. Mondható. 8 másodperc, Button. Nagyon-nagyon nyomja. Nem bírom elkapni. Azon csodálkozok, hogy még mind a 24 autó versenyben van. Még 5 kör. Már beragadtunk itt Button és Webber között a senki földjére. Egy jó 8 perc múlva kiderül, mi lesz, gyerekek. 8 perc. Annyi van hátra. Kb. Hát 4 óra 5-kor. Magyarul már tudni fogjuk az eredményt. Nem tudom. Pedig most egyéni legjobbat mentem, de... Button piszok jó. Webber szépen leszakad, de attól nem tudunk közelebb menni. Hopp! Az a baj, már gumink se nagyon maradt. A bal első nagyon koksz. Nagyon oda van. Na, ott megint lekörözöttek vannak, hát ha lesz valami, valaki bejött a boxba. Az egyik HRT lesz szerintem. Így van, Kártek jön. Hello! Ha maradj már a külső éven, te idióta! Hát lekörözött vagy. Na. Joker. A piros a gumi. És Vettel megnyeri. Ott a harmadik hely. Na gyere, az utolsó kanyar is ellupadja. Köszönöm szépen ezért. Jó van ez. Vettel, Button. De jó közel volt a végén már Button. Már ilyen jó 3,4-re volt csak. Alonso feljött negyedikre, nagyon szép, megelőzte Webbert. Pont a befutónál. Szép, harmadik, negyedik hely, Webber 5, Hamilton 6, a két Lotus 7-8, Toro Rosso a Buemi 9, Perez 10. Na, Perez, ügyes. Ó, és négyen nem értek célba, azt nem is tudtuk, nem írja ki. Maldonado, D'Ambrosio, és a két Mercedes nem ér célba, az igen, az szép. Igen, egyszer csak a Mercik csak úgy egyszerre eltűntek. Na hát Vettel nagyon vezeti a VB-t, 61 pontja van, Webber a második 39-el, 36 pontja van Buttonnek, 34 Alonsonnak, 33 Hamiltonnak, 30 nekem, Petrov, Rosberg, Heidfeld, Schumacher, Perez, Buemi, Alguersuari. Így néz ki. És rengetegen vannak még nulla pontosak. Hát hatodik hely. Végül is a 9 pontra van a második. Hát az első az, hát ez Vettel be fogja rántani. Torony magasan erős a Red Bull-al. Jó, szoros a konstruktőr. Red Bull, McLaren, Ferrari, Lotus, Merci, Sauber, Toro Rosso. Pedig a nullások. Na, jó van. Oké. Okay. Jó lett ez. Szuper. Milyen motor volt a Williamsben ebben az évben? Cosworth volt, így van. És úgy tudom, hogy Cosworth volt 11-ben. Na, Zoli. Tovább is fent tudod majd tartani a mostani lendületet? Az egész csapat ezért dolgozik. Elégedettek a teljesítményeddel? Teljes mértékben, ahogy én is az övékkel. Van bármilyen célod erre a szezonra? Le akarom győzni a körülöttünk lévő, csak próbálok versenyre. Egyelőre versenyre lépek, aztán meglátjuk. Na! Zsír, jött levél. Az év második dobogós helyezése, szép munka, elérted a második dobogós helyezésre, remélhetőleg ez egy sikerszéria kezdete, nyom tovább így is, Andy! Az öreg Andy Knight. Jó van. Király. És Törökország fog következni. Vettel alázta Button versenytársát. Ez érdekesen van fordítva. Nem annyira alázta egyébként. Button második lett azért. A Red Bull csapat egész éljen a kiváló hétvégi eredményt. Szerintem egész éjjel lenne az. A kiváló hétvégi eredményt ünnepelte a padokba. Sebastian Vettel elmondta, hogy nagyon elégedett a hétvége alakulásával. És erre az eredményre a továbbiakban jól építkezhetnek majd. Na. A Ferrari vezetője ismétlést vár. Stefano Domenicali elmondta, hihetetlenül elégedett azzal, ahogy Leók teljesít az utóbbi futamokon. Vasárnap például dobogóra vitte az autót, most pedig az elmondása szerint kétségben vonhatatlanul nagy tehetségtől elvárja, hogy a következő futamon is legalább ugyanilyen jól teljesítsen. Lássuk, sikerülni fog-e. Jaj, de jó csávó ez a Stefano Domenicali. Na, egyéni hatodik, konstruktőr harmadik. Páu! Úgy is van. Tizenkettőig volt Cosworth, nem igaz, 12-ben már Williams Renault volt. Meg 13-ban is. Lánykák. Jött megint üzenet. Isztambul. Gondoltam, rögtön írok, reggel írok, de szerencsére a padokba Stefano útja keresztezte az enyémet, így el is hadarta a hétvége célját, amit megkért, hogy sürgősen véssek le neked. Szóval itt vannak, kvalifikáció során szükségünk van egy 12. helyre, a versenyre pedig a 11. az elvárt. Lássuk, sikerül elérned őket, remélem, meg följebb is tudsz teljesíteni. Ja, el ne felejtsem, hétvége várható időjárása, pénteken napos, szombaton enyhén borult, vasárnap enyhén borult. Andy! Azt a mindenit neki. Ilyen ez az Andy. Jó. Kis pályainfó, közepes gumikopás, követkes fékkopás. Azt mondja, Herman Tilke tervezte, főváros Isztambul mellé épített első hivatalos formai 2005-ben volt. Azon kevés Forma 1-es pályák közül, amelyek a futamok az óra járásával ellentétes irányba haladnak. Pályán található kanyarkombinációt Igen, egyediek, a legnehezebb a 8-as, mely egy több csúcsponttal, apex-el rendelkező hosszú balkanyar, továbbá jellemző a sok lejtő, az egész aszfaltsík összesen 4 szintre épült. Ezek tulajdonságai teszik a török nagydíjat igazi kihívás és maradandó élményé minden évben, amellett, hogy itt igen nehéz, de nem lehetetlen az előzés, főleg a DRS zónában, ahol idén is sok akciót láthattunk. Fizikailag nagyon igénybe veszi az autót és a pilótát, közepes leszorító erő és magas aerodinamikai hatásfok kölcsönző beállítás az itteni győzelem kulcsa. Jó! Teligázas szakasz 62% és 42-szer kell váltani egy körben, az szép lesz. Na, jó van. És akkor Törökország lesz a next epizód. Jó. Na, skacok. Jó, és ha visszajövök a karrierbe, akkor Törökország szerepel ott, ugye? Igen, így van, Törökország van ott. Azaz, jó. Ennyit akartam. Na, skacok. Köszönöm szépen. De jó volt. Természetesen folytatjuk. A 18-at is olvastam itt, hogy valaki mikor lesz. Szerintem a héten már az is lesz. Úgyhogy természetesen az is folytatódni fog. Illetve a srácokkal jövünk majd a YouTube ligával. A héten még Robinnal a 20-assal, a szombaton lesz, azt tudom. Anfielddel szintén szombaton 10 órakor a spanyol nagydíjjal. Úgyhogy ja, ez most a helyzet, így lesz. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, már ennyi, holnap folytatjuk. Sziasztok, hello, hello!